3000 négyzetméter alapterületű hulladékdepó, körülbelül 300 négyzetméteren ég egy vasvári hulladéklerakó terepen. A helyszínre 40 tűzoltó, 10 tűzoltó gépjárművel érkezett, Zalaegerszegről, Körmendről, Sárvárról, Szombathelyről hivatásos, valamint Vasvárról önkormányzati tűzoltók. Emellett a Vas megyei katasztrófavédelmi mobil labor és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzoltói is a helyszínre érkeztek. A tűzoltó egységek 7 darab vízsugárral kezdtek neki a tűz eloltásának, a munkálatokat a helyszínen több erőgép is segíti, amelyek a leválasztásban segítettek, a 300 négyzetméteres égőrészt leválasztották a nem égőről, és megakadályozták ezzel, hogy a tűz tovább terjedjen. A tűzoltók elhúzódó munkálatokkal számolnak a helyszínen, a katasztrófavédelmi mobil labor pedig méréseket végez, a füst, amely kijutott a levegőbe, ennek a koncentrációja nem veszélyes, lakott területet nem veszélyeztet, lakosságvédelmi intézkedésre nem lesz szükség. Köszönöm, hogy megtaláltad!